Sarka Béla, a Máté Szalkai Postagalamb Sportegyesület elnöke idén nyáron azzal a kéréssel fordult Máté Szalka polgármesteréhez, hogy 30 év után ismét szeretnének kisállatkiállítást rendezni a városban. Az egész hétvégés program célja, hogy a fiatalok testközelből is megismerkedjenek a galambokkal és a ház körüli kisállatokkal. A mai digitalizált világban, amikor a gyermekek is nagyon sokan az interneten tájékozódnak, akkor talán jó egy ilyen alkalom, amikor díszgalambokat, versenypostagalambokat, különféle házi állatokat nézhetnek meg, és testközelből megcsodálhatják őket. Így nem csak az interneten keresztül szerezhetnek ismeretet, és reméljük azt, hogy ezek az állatok megragadják a gyermekek érdeklődését, és lesznek közöttük olyanok, akik fontosnak tartják majd, hogy nekik is legyen saját házi állatuk, vagy esetleg kis állatuk, amelyről gondoskodhatnak. A fiatalok közül sokan most először láttak igazi postagalambot, amelyet a 10 évvel ezelőtt alakult Máté Szalkai Postagalamb Egyesület állított ki. Ők baromfi és nyúltenyésztők bevonásával hozták létre a kisállat kiállítást, amelyen több mint 30 féle, összesen közel 400 állatot láthatott a közönség. Általában a legértékesebbek a díszgalambok szoktak lenni, annak is egy speciális fajtái, például a komáromi bukók, nagyon nehéz a tenyésztésük, dajkagalambok kellenek, nem tudja a saját fiókáját már felnevelni, a rajzuk nehéz tenyészteni, a szint, ezért ők nagyon drágák, illetve hát a versenypostagalambok, amelyek nagyon jó eredményt érnek el, ők szintén elég sokba kerülnek, és hogy az árakról egy picit, a nem drága galamb az 10 000 forint körül van, és a többi pedig a csillagoség, tehát akár 100 000 forintos is lehet darabonkénti ára. A tombolán nem csak értékes ajándéktárgyakat, hanem az ország egyik leggyorsabb állományából több mint 50 postagalambot is nyerhettek a szerencsés kiállítás látogatók.